Akik azt hiszik, hogy az Extraktor mai adásában egy repülőgépet fogunk bemutatni, azok hatalmasat tévednek. Ami ugyanis mögöttünk van, az valójában egy bazi nagy gépágyú, csak raktak rá hajtóműveket, meg szárnyakat, hogy fentről is lehessen lövöldözni vele a tankokra. Az A10-es, amit az egyszerűség kedvéért a továbbiakban hívjunk repülőgépnek, minden idők egyik legmegdöbbentőbb harci eszköze és repképes izéje. Amit most jó alaposan bemutatunk. Legyen valami elképzelésünk arról, hogy mennyire fantasztikus ez a gép, vegyük gyorsan végig, hogy mi mindent kell előni róla ahhoz, hogy komolyan bajba kerüljön. Ha ellövük az egyik hajtóművet, még simán tovább repül. Ha a két függőleges vezérségből valami fatális véletlen folytán letörik az egyik, például letalálják rakétával, az meg se kottyan neki. És az sem különösebben viseli meg, ha az egyik szárnyának leszakad. Nem egy kis része, nem a vége vagy a fegyvereken túli része, hanem konkrétan a fele. Survivability really of the aircraft is it has, they call them redundancies. It's multiple systems, mainly systems that will work the same component. You'll have a kind of a backup to a backup. 2003-ban Kim Campbell parancsnok úgy repült ezzel a géppel még egy órát, hogy Irakban ellőtték a hajtóművét, meg elment a hidraulika, és aztán mégis simán leszállt vele. I've been deployed to Afghanistan once with A-10s. It was a pretty good time. Shot a lot of rounds. Drop bombs. Igen, az A10-es ideális körülmények között így néz ki, viszont akkor sincsen helyrehozhatatlan baj, hogyha inkább emlékeztet már egy agyonvert, szétlőtt roncsra, mert nagyon sok mindent kell előni erről a repülőgépről ahhoz, hogy a végén ne tudjon repülni. Így van, az A10-es természetes állapota a repülés, szemben más repülőkkel, amiket valószínűleg csak az ima meg a nem tudom micsoda, jó szerencse tart a levegőben. Isten ellen való dolga repülésünk más különben. Igen. De ebben az esetben nagyon komolyan meg kell izzadni azért, hogy ezt a gépet leszedjék az égről, hogyha a pilóta repülni akar. There was a few rounds when a jet came back. It had a few rounds into the actual wing of the jet. We had to inspect it, find out how much damage it actually caused inside the wing itself, and then just replace the parts and get it back to working order. Az A10-es egy olyan korban kezdték el tervezni, amikor még fel sem merült, hogy drónokkal, meg ilyen automata repülőkkel lehetne felvenni a harcot az ellenséggel, és amikor szükség volt egy olyan repülőre, ami képes a világ egyik legdurvább gépágyúját is magával cipelni. Annyira a fegyver volt a lényeg, hogy nem azt rakták a repülőbe, hanem konkrétan az A10-est építették a fegyver köré. És ez itt maga a lőfegyver, amiről beszéltünk, aminek ugye az a neve, hogy bosszúálló. És már ezzel is kiválóan jelzik az amerikai légierőnél, hogy nem valamiféle humanitárius célokat szolgál, amihez hozzáférhetünk. Na gyerünk, próbáljuk ki. Igen. Mármint, hogy Dávid tudja, hol kell ezeket a kis kapcsokat kikattintani. Shooting the Gao 8 is by far the most exciting thing that you can do in an aircraft, that I've done anyway. Since we don't fly very fast, what we do is we fly low and we can shoot the gun, and we're very effective with it. So the jet uses essentially its position to calculate a very precise aim point at the ground relative to whatever target elevation is. So we roll in, we point the jet at the ground, we put the aiming symbology on whatever we want to shoot. We stabilize the aircraft, we pull the trigger halfway, and what happens is the elevator and the rudders in the back of the aircraft take over and they maintain the jet aiming at a specific point. So that once you fine-tune your aim point, you pull the trigger the rest of the way, the jet's doing whatever it can to keep the nose pointing at the target. And we just hold on, hold the trigger down until we've shot enough bullets, and then we release the trigger, and then we start climbing away from the ground. But because of that, the gun is very, very accurate, and we can put a very high bullet density down on target so that we can destroy the target for the ground commander. Wow! The gun itself ends about right here. But the entire system ends roughly right here. Roughly, it's just under 20 feet long. So when you pull the trigger when you're shooting the gun, the jet vibrates, you can hear the sound of the gun going off. You see smoke fill the windscreen in front of you, so it's fairly, I mean, it's not difficult to see out the front, but you notice that the gun's firing. And then the best part about it is when you first release the trigger and you start your safe escape, you can smell the rounds that you just shot, and it's an incredible smell.
every time you shoot. Körülbelül a közepébe kellett szerelni ezt a gépet. A repülőnek azért van az első futó így kitolva a szélére, ami ugye nyilván elég furcsán néz ki, mert na, az középen szokott lenni. Szóval, hogyha ez nem középen lenne, akkor ugye gyakorlatilag nem lehetne célra tartani, mert olyanokat rúg vissza ez a fegyver, hogy elforgatja a repülőt. És ugye sokan azt gondolhatjuk, hogy Arnold Schwarzenegger kezében valami ilyesmi volt a Terminator 2-ben, pedig hát dehogyis, hiszen annak az a neve, hogy minigun, ami egy 20 mm-es fegyvernek a lebutított változata, és alig 16 mm-es golyók vannak benne. Hát ugye, hát tényleg az a barátkozni megy az ember. Ezek 30 mm-esek, és hát ez bőven elég ahhoz, hogy mondjuk egy T-72-est is átlőjön, egy T-72-esnek a páncélzatát, illetve gyakorlatilag bármilyen járművet ezzel meg lehet semmisíteni, hogyha jó helyen találják el. És ugye ezek a pilóták többnyire jó helyen találják el ezeket a járműveket. Na, ezt most meg tudjuk nézni, amiért tulajdonképpen ezt érdemes ott lenyitni. Tehát az van, hogy az a gép nem dobálja ki magából a hüvelyeket, hanem azok szépen itt vannak, hogy ezen már lőttek. Tehát ugye ezek itt már az elhasznált. Nem akarok elkeseríteni, de miután az utolsó A10-est, ezt 25 éve gyártották, mindegyikkel lőttek már. Nagyon rendezett ahhoz képest, hogy ez a gép már milyen öreg. Már nem mindegyik része, mert ugye elkezdték őket felújítani. Igen. Például a Boeing gyárt hozzá már szárnyakat. Hát hiszen szegény eredeti gyártó már nem tud, hiszen... Igen, ő már nincsen az élők sorában. Évekkel ezelőtt meg. Sajnos. Milyen szomorú ez, hogy egy csodálatos repülőgépet megalkottak, beleadtak apait, anyait, és valami olyat voltak képesek tervezni, aminek máig nincsen párja, és aztán egyszer csak velük is megtörténik ez, és csődbe mennek. Percig néma csend. Valahogy még el akartam mondani. Ennyit a perc néma csendről, nem tudod befogni a pofád. Hát ugye megbeszéltük azt, hogy már nincsen a gyártója meg ennek a cégnek. Igen. És hogy ez milyen érzés lehet, arról kérdezzük meg Robit, akinek ugye egy, tehát hogy neki egy Szávia van. És hogy figyelj, az milyen érzés, hogy van egy járműved, amit már nem gyárt senki. Hogy így érzésre. Szóval, hogy van itt ez a csodálatos gép, és hogy nincs meg a gyártója, de hogy ott áll nem messze tőle az autód, amit szintén nem gyártanak már, érted? De hogy ebből így nem lesz semmi a műsorban, Robi, hogyha ezt nem reagálod le se, hogy... Szóval ez fáj neked? Vagy hogy kiváltságosnak érzed emiatt magad? Vagy mit gondolsz így agyilag erről, hogy nem gyártja senki az autód? Hát ez pedig jó poénnak tűnt. Nézzük, hogy ez a kis torpedó. Na, ezt akartam mondani, hogy ez milyen aranyos. Ez a kisgyereke neki. Látod? Az arra, hogy bomb practice. Tehát akkor ezek ilyen gyakorló, ezek lehetnek gyakorló bombák. Tehát tanuljál meg bombát vetni. This is a BDU-33 practice bomb. It's a 25-pound practice bomb. The pilots will use them. They're a cheap alternative to a bigger bomb that would cost more money and cause more damage. Basically, the pilot can drop this. It free falls. It sets off a small smoke charge, and he can see where he's hitting and get some lots of good practice. Viszont ugye itt van a híres, nem tudom mi a cápaszáj, vagy nem tudom micsoda, amivel ugye az van, hogy hát mire megijesztetné azokat, akiket meg kell ijeszteni, addigra hát azok ugye már valószínűleg nem élnek, hiszen... Igen, és azt is tegyük hozzá, hogy ez az a gép, amit ugye mennydörgésnek hívnak, azért, mert hogy a becsapódás zaja az előbb megüti az ellenség fülét, mint maga a lövés. Igen, tehát egy nagyon-nagyon félelmetes fegyver, de akusztikailag azért tudod, hogy mire célzok? Nem. Hát, hogy az van, hogy a becsapódásos... Vagy... Ilyen a hangja a gépágyúnak. Mint egy fingópárna. Igen, videókból ez ismerős. So it's a AIM-9LM Sidewinder missile. It's used for other aircraft. It's an air-to-air missile. It's heat-seeking. It locks on the heat signatures and it fires at the other aircraft. It doesn't make a big explosion or anything. It's just enough to take an aircraft out of the air. Within my career, I've never seen one actually used in combat. Okay. It's good for them to practice just in case, but it's not prime. Its focus is not an air-to-air platform. Yeah, of course. Akkor
beszéljünk egy kicsit erről a, hogy is hívjákról? A repülőről? Igen, amit a fegyverköré építettek, ami egyébként valójában nem kisebb mérnöki teljesítmény, mint maga a bosszúálló. Igen, de közben mégis bizonyos értelemben primitíven egyszerű, és hát tulajdonképpen mondjuk az AK-47-es sem azért lett a világ legnépszerűbb ilyen kézi fegyvere, mert olyan rettenetesen szofisztikált, hanem pont az ellenkezője, hogy gyakorlatilag minden körülmények között működik, és hát ez erre a gépre is igaz. A hajtómű tolóereje 40 kN, ebből kettő van ugye a repülőgépen, és ez volt 2010-ben az első olyan repülőgép a világon, ami képes volt kizárólag bioüzemanyaggal repülni, aztán két éve később ez volt az első repülőgép a világon, ami képes volt kizárólag alkohollal repülni. De annyira strapabíró az egész, hogy szerintem műtrágyával is elmenne, ha csak az lenne kéznél. Tehát az van, hogy 706 km/h elvileg a bevett utazósebesség. Ennél többet tud a gép, elvileg 833 a hivatalos maximum, de erre azt mondják, hogy ezt ne feszegesd, ezt nem próbáljuk ki. De ezt nem értem, hogy mi, tehát hogy miért mondják, hogy ennyi, hogyha közben nem tudod kipróbálni, vagy hogy nem szabad. Ne rajoskodnak. Ez a 833-t csak ne próbáld ki. De valami olyasmi, hogy ezt papíron megnézték, hogy elvileg tudja a gép, igen, de hogy ki még nem próbálta senki. Erre van valami hivatalos kifejezés is, terminus technicus. Aha, hogy a soha el nem érhető sebesség, vagy a never reach speed. Ja, értem. De hát olyan sok van. Soha el nem 5000. De nem, tehát, hogy a hajtómű az képes lenne annyival menni, csak nem akarják a tervezők, hogy annyival menjél vele. Na, fölmegyek. Mert hogy felengednek. Amit nem is értek. Azt tegyük hozzá, hogy miért idejöttünk volna, az amerikai légierő kért tőlünk egy 1 millió dolláros biztosítást. Ezek szerint látták már az adásainkat. Wow! De én innen le fogok esni, az a baj. Hogy kéne ide bemásznom? Ez sok szerencsé. Az utolsó pillanat az, ami... A legkínosabb. A legkínosabb. Nem tudom, mit csináljak. Hát figyeljetek, én ide lépek. Wow! Ben vagyok egy átkizesben. Úristen, lemászni nem akarok innen. Szóval igen, az van, hogy rosszabb, bár ez rossz. Egy nagyon régi gép, de azért belülről nem lehet felvenni, hogy mi van itt, mert az titkos. De én ide ülhetek és elmondhatom neked, hogy mit látok. Mit látsz? Nem mondhatom el, mert szigorúan titkos. Annyira azért nem titokzatos, ilyen dolgok vannak itt, hogy... Sebesség. A sebességet azt mondja, nem láttam, hát talán ez lesz az, de nem tudom. Tehát azokat szokták a legjobban elrejteni egy ilyen gépnél, nem? Olyan van, hogy van-e üzemanyagod, fordulatszám a két hajtóműnek, azt például látom, meg van ez a mesterséges horizont, milyennek a neve. És körülbelül... 230 kapcsoló. Hát kedves nézőink, beszéltünk dolgokra, amiket nem mutatunk meg. Ez a televíziózás új műfaja, amikor elmeséljük a történetet. A következő évadban már el sem látogatunk a helyszínre, hanem hogy egy szobában ücsörgünk, és ott fogunk elmélkedni arról, hogy mi, hogy néz ki a valóságban. Vagy a fejünkben. Ha tetszett az Extraktor, nézd minket a Discovery-n, ahol kétszer hosszabb a műsor, kétszer több akcióval, és ahol kétszer jobban elrontunk mindent. A dupla részek premierje kedd este 10:30-11, ismétlés szombaton 13 órakor és vasárnap 11-kor. És iratkozzatok fel a YouTube csatornára is. Yeah!